A lákrossz a legkeményebb sport. Kemény és cool. Mint én. Vagy mint Burt Reynolds a Smook és a Banditák kettőben. Sőt, az egyben és a kettőben. Leül, kussol, figyel! A lákrossz szabályai. A játék célja a góllövés. Az a csapat nyer, amelyik több gólt szerez, mint az ellenfél. Gólnak számít, ha a labdát az ellenfél kapujába juttatjuk. Ez jellemzően a stickkel történik. A labdának teljes terjedelmével át kell haladnia a gólvonalon, a támadó viszont nem léphet a kapu köré vont körbe. A kapu 180 x 180 centis, a kapu köré vont kör átmérője 6 méter. A pálya 110 x 60 méteres, a kapuk az alapvonaltól 12 méterre helyezkednek el, és mögöttük is folyik a játék. A játék középkezdéssel indul. Miután az egyik csapat megszerezte a labdát, az ellenfél kapujához próbálja juttatni, hogy gólt szerezzen. A labdát a levegőben passzolhatjuk, guríthatjuk a földön, vagy futhatunk vele. A cél, hogy megfelelő helyzetbe kerülve kapura lőhessünk. Áj, áj, teked vissza, mi az ott? De az nem egy ocelot? Ja nem, bocs. Az ellenfél persze akadályozhatja a lövést blokkolással, úgynevezett bodycheckkel, vagy a botunkat ütve. Az ellenfél megpróbálja elvenni a labdát, hogy a saját csapata lőhessen gólt. A férfi lakroszt két tízfős csapat játsza. Ez egy kapus, három védő, három középpályás és három támadó felállást jelent, és ez a felállás eltérően más csapatsportoktól nem változhat. A támadók a lakrosz predátorai. Láthatatlanok, a semmiből csapnak le. Szétszaggatják... A jó, 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 tudom, kicsit túlspiláztam. Négy játékos csak a saját tér felén mozoghat. Még három mindig az ellenfél tér felén marad. A középpályások a pálya minden részét bejárhatják. Szabály, hogy egy időben csapatonként csak négy játékosnál lehet hosszabb <laughs> Érted? A játék négy 20 perces negyed alatt zajlik, így a teljes játékidő 80 perc. A játék végén több gólt szerző csapat győz. A lakroszban is megvan szab, hogy mit szabad és mit nem. A szabályok megszegéséért időbüntetés szabható ki. Mit csinálsz? Mit mutogatsz? Oda megyek, kitépem a két kezedet, a hátadba szúrom és távolról fogok integetni hogy szevas sűni! ami emberhátrányba juttatja a saját és emberelőnybe az ellenfél csapatait. Az emberelőnyös csapat ilyenkor úgynevezett menább szituációba kerül. Ez a helyzet könnyebbé teszi a gólszerzés, mivel egyel kevesebb játékos védi a kaput. A csapat, amelyik az időbüntetést kapta, men down szituációba kerül, és mindent beleadva próbálja meg kivédekezni a szituációt. Az időbüntetés hossza a szabálytalanság mértékétől függ. A technikai fault, mint például az akadályozás vagy a les 30 másodpercet érnek. A személyi fautok, mint például a buktatás, súlyosságtól függően egy és három perc közötti kiállítással büntethetők. A súlyos fautok, mint például a verekedés vagy a bíró inzultálása kizárással jár. Dióhéjban ennyiből áll a Lacrosz szabályrendszere, de azért van még pár dolog, amit tudnod kell, mielőtt játszani kezdené. Például ez nem egy rasszista sport, és a rasszistát itt most nem rossz értelemben használom, hanem szó szerint. Tudjátok, hogy a legmenőbb lakrosz játékosok az irokézek. Van olyan, hogy irokéz nemzeti válogatott. Hát ez menő. De itt van például aztán a les. Korábban már elhangzott, hogy legalább négy játékosnak a saját és háromnak az ellenfél térfelén kell tartózkodnia. Ez azt jelenti, hogy 7 játékos tartózkodhat a saját térfelén, amikor védekezik a csapat, és 6 játékos az ellenfél térfelén, amikor támad. Ennél több játékos esetén az említett les szabály lép életbe, amiért időbüntetés jár. Hirtelen halál! És ezt most nem szó szerint értem. Mivel a Lakroszban nincs döntetlen, ezért ha a rendes játékidő végén az állás döntetlen, hosszabbítás következik. Ennek hossza 2x4 perc. Ha itt sincs döntés, akkor az első gólik tart a meccs. 4 percenkénti térfélcserével. Cserék. A Lakroszban a cserék száma nincs korlátozva. A cserék a cserére kijelölt zónában bármikor kivitelezhetők. Kötelező felszerelés. A játékosok kötelező felszerelése a sisak, a fogvédő, a kesztyű és a bot. Ha a játékos ezek nélkül tartózkodik a pályán, azért is időbüntetés jár. A kapusok kötelező felszerelése. A kapusok nagyobb veszélynek vannak kitéve a kapura tartó lövések miatt. Az ő kötelező felszerelésük kiegészül a hokiból már ismert torokvédővel és ágyékvédővel. Nehéz mindezt észben tartani, de ha lakrosz nézel, a szabályok könnyen követhetővé válnak. Ha hasznosnak találtad ezt a videót, kérlek lájkold like és oszd meg! Ja, és olvas könyvet! Anya! Menj már ki, épp oktatófilmet készítek a lakrosszról! Na!